Az influencer kifejezés a 21. század és az internet terméke. A szó jelentése befolyásoló vagy véleményvezér. Olyan ember, akire tömegek, sokszor milliók, főleg a fiatalok figyelnek, aki ha valamiről azt mondja, hogy jó, akkor azt sokan megveszik. Amikor még nem volt internet, akkor a televízió volt a legfontosabb információforrás, így mai értelemben, akik akkor a képernyőn formáltak véleményt, vagy jelenlétükkel, műsoraikkal befolyásolták a néző gondolkodását, maguk is influencerek voltak, még ha erről nem is tudtak. Legnagyobb különbség a mai televíziózástól az, hogy ma ezt nagyon figyelik, hogy hanyan nézik a televíziót. A mi időnkben volt egy nézettségi mutató, és volt egy tetszési index. Mert azt is kutatták, hogy amit láttak, mennyire tetszett. Ma csak azt tudják, hogy nyitva van a tévé. Be van kapcsolva. Különösen a kereskedelmi televíziók, én azt szoktam mondani, hogy a dolognak számomra szaga van. Tehát azért, hogy akkor mégiscsak a vasalásból odafigyeljenek, mindenki ordít, folyton fel van dobva, állandóan így beszél. Nem lehet azt hallani, hogy valaki azt mondja, hogy jó napot kívánok, csak jó napot kívánok! Szinetár Miklós az elmúlt 50 év magyar kulturális életének megkerülhetetlen alakja. Már 22 évesen 1954-ben megrendezte a kor akkori legnagyobb sztárjaival a Csárdás királynő című operettet. Volt a Magyar Televíziónak főrendezője és elnök helyettese is. Igazgatta az Operaházat és a Fővárosi Operett Színházat. Ma is aktív, 88 évesen ő rendezte az Erkel Színházban az István a király opera verzióját. Tanár úr, ennek a sorozatnak az a címe, hogy az első influencerek. Hát ha valakire azt lehet mondani, hogy évtizedekig hatott a közvélemény gondolkodás módjára, hogy mit, hogyan szórakozzanak, hogyan tanuljanak, hogyan élvezzék értelmesen a televíziózást, azért az ön, hiszen többször volt főrendező, elnök helyettes, mindenféle pozícióban volt, és szerintem nagyon komoly lenyomatot hagyott a televíziózáson. Ön szerint ez egy helyes megállapítás, hogy amit akkor önök csináltak, bár ezt a szót, hogy influencerek még nem ismert, akkor meg nem ismerte senki, hogy valamilyen ilyen hatása volt? Hát nagyon nagy hatása volt. Hát, ahogy mondjam, én 28 évet töltöttem a televízióval, életem legaktívabb korszakát talán. De hát, hogy erre mondjak egy példát, én akkor egy ilyen panelházba laktam, ami nagy udvarra nézett. Több mint udvar, egy nagy-nagy kert volt ott. És volt egy kicsi teraszom. És én minden este, ha olyan fontos műsor ment, amit fontosnak tartottam, kiálltam a teraszra, és azt néztem, hogy hány lakásban villognak a fények. Hány lakásban nézik a televíziót. Mert akkor ez egy döntő dolog volt. Szóval, hogy a televíziózás arról szólt, hogy valami volt előző este, és másnap reggel, a munkahelyeken, az iskolákban, a villamoson az volt a téma. Tehát a televízió az az egy darab, mert egy darab volt, az az ország gondolkodásának a főszereplője volt. Tehát valójában akkor olyan volt, mint egy ilyen ablak a világra. Hát egy ablak a világra, és hogy mondjam, egy olyan központi szereplő, ami egyszerűen az emberek napi életére rányomta a bélyegét, és ami egy napi téma volt. Ez a Szabadságtér 17 épülete, itt volt valaha a Magyar Televízió, de szerintem ezt a fiatalabbak már nem nagyon tudják, és csak egy ilyen szellemházként ismerik itt Budapest belvárosában, ami egyébként ma építési terület. Én 1990-ben kezdtem itt dolgozni, akkor mentem fel először ezeken a lépcsőkön, és életkorom miatt olyan szerencsésnek mondhatom magamat, hogy még akkor együtt dolgozhattam, vagy legalábbis megismerkedhettem azokkal, vagy azok többségével, akik a magyar televíziózást megalkották, ezt a műfajt megalkották itt Magyarországon. A mai beszédmód szerint őket nyugodtan hívhatjuk influencereknek vagy youtubereknek, hiszen akkor az volt az egyedüli viszonyítási alap, amit a tévében hallottunk. A mai fiatalok el nem tudják képzelni, hogy milyen volt akkor a világ, amikor nem volt internet, nem volt Wikipedia, Google, Spotify, hanem egy információforrás volt, vagy egy viszonyítási alap az, amit a televízióban hallottunk.
például ki gondolná, vagy ki hinné el ma, hogy akkor egy olyan sorozatot is milliók néztek minden héten, ami arról szólt, hogy hogyan dolgoznak nők a pult mögött Csehszlovákiában egy közérben. Semmiképpen nem nosztalgiázni szeretnék, és nem azt szeretném mondani, hogy minden, ami akkor készült, az jó volt. Mai szemben nézve nyilván akadnak nagyon ügyetlen vagy kezdetleges próbálkozások, de az biztos, hogy amik akkor készültek, azok eredeti produkciók voltak. Azok az emberek, akikkel én most beszélgetek, vagy beszélgetni szeretnék ebben a sorozatban, azok nem külföldi licenceket vásároltak, és nem is volt akkor erre lehetőség, és úgy teremtettek brendeket, hogy szerintem azt a szót, hogy brand nem is ismerték. És hát persze ki tudja, hogy mondjuk 30 év múlva, hogyha majd az akkori fiatalok megnézik azokat a dolgokat, amiket ma készítünk, akkor vajon mit fognak ezekről a dolgokra gondolni? Ahhoz azonban, hogy a fiatalabb Z és Y generáció tagjai is mindent megértsenek, néha szükség van egy kis háttérmagyarázatra. Én Trunk Tomi WT vagyok, 17 éves, az új generációról tartok előadásokat. Van egy YouTube csatornám, több mint 37 ezer feliratkozóval, ahol az új generációról és sneakerekről mesélek. Válogatott alpesi síelő vagyok, és bár a digitális világ gyermeke vagyok, most jelent meg a második könyvem Kintsugi címmel. Péter megkért, hogy itt-ott segítsem a fiatalabb nézőket pár extra magyarázattal, így a beszélgetések során találkozni fognak pár extra képpel, információval és érdekességgel az én tolmácsolásomban. Rengeteg mindent csinált, és majd nyilván a zenés tévészínházról szeretnék külön beszélni, mert tudom, hogy talán az egyik, ami legközelebb áll az ön szívéhez. De amikor gondolkodtam, hogy ki mindenkivel beszélgessek ebben a sorozatban, akkor szembe jött velem egy nagyon régi Ki mit tud felvétel, ahol ön ugye zsűri tag volt, és akkor még önnel együtt olyan szakemberek voltak a zsűriben, akik ugyan ismertek voltak, híresek voltak, de nem főszereplők voltak a műsorokban. Amikor nem tudom, Major Tamással ült a zsűriben például, vagy Petrovics Emillel, akkor volt-e valamilyen feladat önöknek, hogy mennyire kell fontoskodni, mennyire kell, hogy mondjam, a főszerepbe kerülni, vagy akkor önök alárendelt szerepben voltak, hiszen ma ez már teljesen megváltozott? Hát ez teljesen különbözött a maiaktól, szóval ott különbözök elsősorban, hogy azt jelenti, hogy főszereplők voltunk-e, és milyen szerepet kaptunk. Az volt a szerepünk, hogy azt mondjuk, amit gondolunk. Egyszerűen kiszámíthatatlan volt. Ez volt az egésznek a varázsa. A Ki mit tudok olyanok voltak az 1960-as, 70-es és 80-as években, mint a mai tehetségkutatók, csak sokkal nagyobb volt a tétjük. Ma a műsorok igazi sztárjai a híres és befutott zsűri tagok. Régen ez másképp volt. A zsűriben akkor legnagyobb szakemberei ültek, de nem ők voltak a főszereplők, hanem valóban a fellépők. Ha valaki nyert a Ki mit tudban, az egy életre meghatározhatta a jövőjét. Ebben a műsorsorozatban tűnt fel például Kern András, Kovács Kati, Kálvölgyi János, Siff András, Rost Andrea vagy a Hungária Együttes. 1972-ben a műsor döntőjét a tévénézők 88%-a nézte. Az összehasonlítás nem teljesen korrekt, mert ma teljesen más a piac, de mégis sokat mond, hogy 2020-ban a legnézettebb műsorokat átlagosan 20-25% szokta nézni. Ott láttuk először a produkciót, elénk került, megnéztük, és mondtuk, ami a véleményünk volt. Amit persze befolyásolt az aznapi hangulatunk, amit befolyásoltak az aznapi események a világban, de mindig a saját véleményünket mondtuk, és hogy mondjam, úgy tudom megmondani, hogy ez nem egy műsor volt. A mai vetélkedők azok műsorok, amiknek fölépítése van, ahol szerepet játszik minden zsűri tag, ki van osztva, ki a gonosz, ki a jó, ki a vicces, ki a szeretetreméltó, ahol döntő szerepe van a telefonálásnak, az időhúzásnak. Tehát rengeteg hatásnak, mindenki van számítva. Ez is egy műfaj. Nálunk az egésznek a varázsa tulajdonképpen a kiszámíthatatlanság volt. Az, hogy egyszer nem lehetett tudni, hogy az adott műsorhoz ki mit szól. Na most hát tényleg elég érdekes emberek voltak, Major Tamástól Pernye Andrásig, de hát Rábai Miklós, és hát mindenki. És a zsűri nagyon sokszínű volt. Nagyon sokszínű volt, de ami a legfontosabb,
hogy kiszámíthatatlan. Na most én ezt szerettem benne, én színházba is azért járok, hogy valami kiszámíthatatlant lássak. Szóval amikor elindul egy előadás, és nagyon jó, de a 20. percben pontosan tudom, hogy mit fogok még 2 órán át nézni, akkor nagyon unatkozom. Igen, ez azért érdekes, amit mondta, hogy kiszámíthatatlan volt, mert ma már tényleg ezek a műsorok, ezek a, ahogy ezeket talent show-nak hívjuk, tehát tehetségkutató műsorok, ezek, legalábbis az én véleményem szerint, ezeknek azért nincs igazán semmi közük a mondjuk a Ki mit tudhoz, mert szerintem nem az a fontos, hogy az adott szereplők mit tudnak, hanem az, hogy mekkora show-t lehet abból csinálni, milyen a háttértörténetük, milyen a megjelenésük, és a legkevésbé az, hogy maga milyen a maga a produkció. Ön gondolta volna, hogy egyszer ez így át tud fordulni? Ne, hát az egy másik világ volt. Nézze, hát az is egy másik világ, hadd mondjam el. Mások az igények. Mi ketten itt most beszélgetünk. Az én igényem az, hogy amit én mondok, azt a néző megértse, lássanak engem. A másik igény az, hogy magát a kérdezőt lássák. Tehát ez egy beszélgetés. Manapság már az igény az, hogy elindul a kamera, 3-szor körbegyalogol az operatőr, mutatják a fülét, mutatják a lábát, mutatják. Szóval egyszerűen nem bíznak abba, hogy az ember mint olyan érdekes tud lenni. Folyton a kamera akar érdekes lenni. Amiatt egy másik világ. Lehetett-e a akkori mondjuk adott politikai helyzetnek szerepe annak abban, hogy a játékosok vagy a versenyzők azok tényleg olyan tehetségek voltak, akik azóta évtizedek óta ugye a színpadon vannak, vagy a filmvásznon vannak, tehát hogy magyarul ez egy kiugrási lehetőség volt. Ma pedig azt gondolom, hogy ezek inkább arról szólnak, hogy legalábbis az én véleményem szerint, hogy mondjuk egy valamilyen szakmát utána tudnak csinálni, de semmiképpen nem akarnak kiugrani. Nem, de az egy kiugrási karrier lehetőség volt, hát ezért jelentkeztek, de hát hogy mondjam, nagy országos szűrések előzték meg, szóval rengeteg ilyen előki mit tud volt, mire valaki a döntőbe került, azért már nagyon sokszor versenyzett, és nagyon sok próbának volt kitéve. Hát a MÁB-ba a legjobban hasonlít ez a zenei tehetségkutató verseny, mert ott is van egy kiugrási lehetőség, de akkor nagyon sok műfajban volt kiugrási lehetőség. Tehát például parodisták születtek, Kern András, de hát versmondás, de hát bűvész is volt. Szóval nagyon a néptánctól a komoly zenéig, szóval az egésznek, amit én nagyon szerettem benne, ez a sok műfajúság, a sok fajtaság. Hát ami szerintem, és amiért én szeretem, ami a televízió lényege. Már az előbb egy pillanatra szóba hoztam a Zenés Tévészínházat. Ön hát óriási zenerajongó, ezt lehet tudni, aki önt ismeri, vagy akiről hallott, az tudja, hogy milyen a viszony a zenével. Amikor ezt a műfajt elkezdték a televízióban, hogy hogyan lehet populárissá tenni a zenét, hogyan lehet olyan képi megoldásokat alkalmazni, hogy a zene könnyebben legyen befogadható. Ebben volt egyfajta szintén ilyen influencers, vagy mondjuk oktatási cél, hogy az emberek jobban befogadják? Hogyne? Hát nem véletlen, hogy ezeket az operafilmjeinket, meg az operettfilmjeinket, de este csúcsidőben vasárnap tudtuk mutatni. Igaz, hogy nem volt konkurencia. Nem volt konkurencia, csak vasárnap csak mi játszottuk ezeket, de mondom, szombat, vasárnap csúcsidőben tudtuk játszani. Hát volt ennek a Zenés Színháznak egy nagyszerű szerkesztője, sajnos nincs már köztünk, a Bánki László, hát ő tűzön vizen át ezt képviselte, vitte. Kérem szépen, ebbe a Zenés Színházba 10 év alatt 50 darab olyan televízióba felvett, általunk készített operafilm és operettfilment, ami teljesen egyedülálló volt a világon. Tehát ilyen nem volt, hát hogy mi tényleg a Bánkbántól az Otellóig, a Hoffman meséitől, a szöktetés, a szerep, mindent fölvettünk, és olyan formába, hogy az a nézők számára sikeres lehessen. Azt kell mondanom, hogy ez bizonyos áldozatokkal is járt. Például azzal, hogy mi ezeket a filmeket szinte kizárólag magyarul vettük fel. Na most magyarul a világban kevésbé terjeszthető. Mert a világban elvárták azt, hogy hát egy operafilm mindig a saját eredeti nyelvén szólaljon meg. De mi nekünk fontosabb volt az, hogy a magyar közönség ezt megszeresse, elfogadja. Hát ma is néha ismétlik,
Hát én nagyon büszke vagyok, hát életem legfontosabb munkáinak tartom a Fidéliót, a Kozifantuttét. Mi volt a titka ezeknek? Tehát az, hogy vasárnap, azon kívül, hogy persze nem lehetett más nézni, hogy mégiscsak milliók néztek olyan műfajt, amit amúgy nem biztos, hogy fogyasztottak milliók. Milyen trükköt alkalmaztak, hogy befogadható legyen? Hát egyszerűen átírtuk őket filmre. Hát ezek nem színházi közvetítések voltak. Hát ezekben olyan filmjelenetek voltak, hát a sajátomra mondom, a Kozifantuttéba vagy a Fidélióba, ami színházban elképzelhetetlen. Sőt, ami színházban én nagyon nem szeretnék. Tehát például a Kozifantutte az arról szól, ugye, hogy két fiatal pár szereti egymást, aztán csalják egymást, stb. Stb. Ennek mi a nyitányba csináltunk egy keretjátékot. Az volt a keretjáték, hogy fiatalok, maiak, ugyanolyan viszonyban vannak egymással, mint a Mozart darab szereplői, de szilveszter van, és ajándékként vesznek egymásnak egy felvételt, egy kazettát, amin a Kozifantutte szerepel. Na most elkezdődik egy ilyen kettősség, hogy nézik a mai fiatalok azt a Kozifantuttét, amit operaénekesek játszanak, és a saját sorsukra ismernek rá benne. Na most ez színházban elképzelhetetlen. Tehát szinte realityt csináltak belőle? Tehát csináltak egy olyan szórakoztató verziót, hogy szeressék a esetleg nem annyira operafogyasztók. Mit szóltak a művészek ehhez? Nagyon szerették. És boldogok voltak, hogy dolgozhattak. Hát egyébként ezek ma is a YouTube-on megnézhetőek. A Kozifantutte is, a Fidélió is. A zenés produkciók mellett azért ön nyomot hagyott néhány olyan sorozattal, mint például mondjuk a Rózsa Sándor. Én bevallom, én nem tudtam, hogy azt ön rendezte. A Csárdás királynőt mindenki tudja, a Rózsa Sándort nem tudtam. És mikor kicsit készülgettem, akkor utána néztem, hogy a Rózsa Sándor az nyilván később a paródia miatt is egy ilyen szimbólum lett. Tehát az olyan, nem tudom, mint a Tenkes kapitánya, vagy a Tüskevár. Hogy amikor a Rózsa Sándort elkezdték, ma már ritkán forgatnak ilyen sorozatot, ma ezeket minisorozatoknak hívnák, azt hiszem a mai modern technológiában, de hogyan lehetett mondjuk pénzt szerezni erre, ez hogy működött? Hiszen az egy nagyon drága dolog volt, helyszíneken játszott, nem stúdióban. A Rózsa Sándor című 12 részes sorozat 1971-ben készült. A 19. századi magyar betyár történetét bemutató filmért egy ország rajongott. A főszerepet Oszter Sándor játszotta. Ma ilyen sorozatok leginkább a Netflixen, az HBO-n vagy az AMC-n készülnek. A 70-es években rengeteg ilyen nagyszabású filmsorozatot gyártottak. Ilyen volt például a Tenkes kapitánya vagy az Abigail, amelyeket azóta is sokat ismételnek, és az idősebb generáció ugyanúgy rajong értük, mint mi a mai sorozatokért. Kérem szépen, rengeteg segítséget kaptunk, és annak idején ez egy fő program volt. Hát azt kell mondanom, hogy a Rózsa Sándorral egy időbe készült el a Zsuzséva rendezésébe a Fekete Város, és abba az évbe 70 darab egyórás televíziójáték készült. Németh Lászlótól Csurka Istvánig, a Bánk-Bántól egészen Mikszáth Kálmánig, szóval a magyar klasszikusoknak a sorozata. Ez akkor nagyon fontos volt, de hát hogy mondjam, voltak segítségek, amik ma nincsenek. Tehát, hogy egy példát mondjak, ugye a Rózsa Sándorban van egy nagy tűzvész, ahol ég a falu, és ott valóban égtek, de hogy égtek? Úgyhogy abban az évben volt egy nagy tiszai árvíz, és a Tisza partján egy csomó ház lakhatatlan lett. Egyszerűen a vízfertőzése miatt. De most a magyar televízió akkor ilyenekkel foglalkozott, hogy ezt a Tisza parti házsort mi megvásároltuk. Ami egyrészt azoknak életlehetőséget adott, akik elvesztették az otthonukat, mi meg fölgyújthattuk azt a tiszaparti házsort. De hát a Rózsa Sándorral kapcsolatban azt kell mondanom, hogy vannak dolgok, amiket én nagyon szeretek hangsúlyozni. Ugye arról sokat beszélnek, hogy azokban az időkben milyen kemény politikai nyomás érvényesült. És valóban ez így van a politikai műsorokban. De hát a Rózsa Sándorban az utolsó részbe tessék megnézni. Falusi körmenetek sora van,
És az körmenet, a vallásosság, a hit, valami olyan elképzelhetetlen, azt kell mondanom, a reklámot kapott. Annyira föl lett árazva. Hát ami ma elképzelhetetlen, képzeljük el, hogy ma lenne a televízióban olyan film, ami mondjuk a másik oldalon a szocializmust árazza ilyen fokon fel. Elképzelhetetlen. Úgyhogy nagyon kérem, hogy akik arról az időről úgy beszélnek, hogy politikai nyomás, az nézzék meg a Rózsa Sándor utolsó részét. Gondolta volna akkor, hogy eljöhet az az idő, amikor nem 70 tévéjátékot nem készítenek, hanem egyet sem egy évben? Nem gondoltam, de hogy mondjam, ez egy másik világ. Ez egy másik világ. De ma is vannak fiatalok, ma is vannak olyanok, akiket esetleg érdemes lenne ilyenekkel is szórakoztatni. Igen, annyira másik világ. Én elmondom, az alapkülönbséget én ott látom, hogy annak idején kim voltam Amerikában filmet vásárolni, és ott a televízió számára, és ott találkoztam a ABC nevű nagy televíziós társaság egyik vezetőjével. És kérdeztem tőle, hogy hát önök hogyan helyezik el a jó, hogyan tesznek különbséget a jobb és kevésbé jó műsorok között, hogyan helyezik el. Kicsit értetlenül nézett rám, majd azt mondta, kérem, mi ezt a fogalmat, hogy jó műsor vagy rossz műsor nem ismerjük. Nézik vagy nem nézik. Na most ehhez hadd tegyem hozzá, hogy a legnagyobb különbség a mai televíziózástól az, hogy ma ezt nagyon figyelik, hogy hanyan nézik a televíziót. A mi időnkben volt egy nézettségi mutató, és volt egy tetszési index. Mert azt is kutatták, hogy amit láttak, mennyire tetszett. Ma csak azt tudják, hogy nyitva van a tévé. Be van kapcsolva. Az a nézettségi index. Na most a műsor az olyan, hogy közben vacsoráznak, vasalnak, kimennek, bemennek. Vagy elalszanak. De nyitva van. Akkor annak sikere van, mert nyitva volt. Az, hogy tetszett, vagy nem tetszett, hogy megjegyezték-e, hogy miről van szó, hogy másnap beszélnek-e róla, vagy szégyellik, hogy látják, mert ma már ilyen is van. Ez egy teljesen másik világ. Nincs tetszési index, csak nézettség volt. Én nem mondom, hogy ez jó vagy rossz. Na most hát ebből következik az, hogy hát ugye különösen a kereskedelmi televízióknál én azt szoktam mondani, hogy a dolognak számomra szaga van. Tehát azért, hogy akkor mégiscsak a vasalásból odafigyeljenek, mindenki ordít, folyton fel van dobva, állandóan így beszél. Nem lehet azt hallani, hogy valaki azt mondja, hogy jó napot kívánok, csak jó napot kívánok. Egyfelől. Az nem létezik, hogy egy emberi arcot lefényképezzenek, hogy ott egy dráma, most már egy-egy újabb tévéfilmben megint megpróbálkozik, de a kamera megállás nélkül hisztérikusan szágul le és fel. Folyton oda kell néznünk. Volt a Szakonyi Károlynak egy remek darabja annak idején, abban mondta azt, mintik a Páger Antal, hogy adásiba volt. Páger Antal mindig azt, hogy kapkodják a képet. Na most ma tényleg kapkodják a képet, akkor még nem kapkodták. Másik világ. Ez egy másik világ. Szóval, hogy mondjam, az, hogy a Vitrai Tamás meg tudott szólalni egy beszélgetésbe, és még az orrát is vakarta, mert annyira természet, ez elmúlt, kiveszett. De akkor ezt onnan tudja, hogy néz ma tévét, vagy inkább már ezért nem néz tévét? Nézek tévét, de hát inkább ezeket a sorozatokat nézem, szóval vitathatatlan, hogy a mi tévénkben kezdődtek el annak idején a különböző ilyen életszerű dolgok. Bevallom, én azokat nem különösebben díjaztam akkor sem már. Én sokkal jobban szerettem a klasszikus műveket, ezt azt nagyon büszke voltam. Amikor a Zsuzs Éva rendezésébe ment a Szofoklész Elektrája. És az az Elektra, kérem szépen, a tetszési indexen vasárnap este nagyon magas számot kapott. Miért? Mert az egy remek történet, mert az egy nagy dráma,
mert az olyan, mint egy igazi jó tévéjáték. Szóval az nem igaz, hogy a klasszikusokat nem lehet játszani, nem szoktatják rá őket. Akkor meg, ma meg főleg hát azokat a szappan operákat bevallom őszintén, azért nem nagyon nézem, mert mindig elkezdem, de aztán abba hagyom, mert nincs vele semmi bajom, csak egyszer halálosan unom. Hát halálosan unom, mert én sokat utazok BKV-val, és hát akiket ott látok a villamoson, azokat én nem kívánom este nézni a televízióban. Ez azt hiszem, nem csak a történetmesélés változott, hanem még a szereplők is változtak. Hát a szereplők is változtak, meg hogy mondjam, ezek a konyhába zajló privát féltét nem tudnak nagyon érdekelni. A klasszikusok azért voltak klasszikusok, Shakespeare-től Mixátig, mert mindig méretes történetek vannak, nagy történetek. Olyanak, amelyiknek a lényege mindnyájunkban benne van, ami a villamoson nem fordulhat elő azokkal a nézőkkel, de a dolog lényegét tekintve igen. Na most, hogy mondjam, ez ízlés kérdése, gondolkodás kérdése, de még valami nagyon fontos. Annak idején az előbb említett Bánki László ebbe a bizonyos televízió zenés színházában nyomtatott, mert amikor még ilyet is lehetett, sok tízezer kis röplapot, és elküldte a város legkülönbözőbb helyeire, és az volt benne, hogy meghívjuk önt, hogy nézze meg ezt és ezt a darabot, hogy üljön le a saját karos székébe. Na most nekem én így van, ez beteg, ez ma már nincs. Én ma is, ha televíziót nézek, akkor leülök, és elkezdem nézni. Az, hogy közben kimegyek, vakarózom, vacsorázok, szörfölök, elrébb kapcsolok, az nagyon érdekes, de az nekem nem művészet, nem televízió, nem kultúra. Az egy másik dolog. Semmi bajom vele, de teljesen más. Az egy nagy öröm számomra tulajdonképpen, hogy ez az általam sok mindenben nem szeretett 20. század, aminek én is szereplője voltam, lassan véget ér. Szóval, hogy a színházakban most már kezd elmúlni a rendezői színház, most már kezd visszatérni a normál színház. Kérem szépen, a televíziózásban is. Hát most láttam ezt a Netflixen, ezt a Korona című sorozatot. Hát egymással szembe ül a királynő és a Thatcher, és van köztük egy hosszú, döbbenetes, nagyon erőteljes, remek beszélgetés. És nem rángat a kamera, nem svenke, nem kerüli meg háromszor a karos széket, és nem ordítanak, hanem és hagyja, hogy két színészi arc működ. Hát azt kell mondanom rá, hogy úgy, mint régen. De hát, és a dolognak sikere van. Ilyen egyébként a két pápa is, amikor hát ilyen a két pápa is. Ilyen pontosan a két pápa is. Na most hát számomra ez a televízió. De hát hadd mondjak még egy példát. Annak idején a televízió a mi időnkben rendkívül nemzetközi volt. Amikor én ott hagytam a televíziót, akkor négy vitrin roskadozott a nemzetközi díjaktól, amiknek a túlnyomó részét nyugaton nyertük, tehát nem politikai díjak voltak. Na most én benne voltam a Monte Carlo, az egyik legnagyobb televíziós fesztivál zsűriében 20 éven keresztül. Na most ennek folyamányaként ezelőtt 4 vagy 5 évvel megint meghívtak, most nem zsűritagnak, hanem van egy ilyen előválogató komité. És akkor végig kellett nézni egy csomó filmet? Végig kellett nézni 120 filmet, és abból válogattuk ki azt a 20-at, ami a fesztiválra kerül. Hogy lehet végignézni 120 filmet? Hát 10 nap alatt, szóval nem 2 nap alatt. Na most az volt akkor az élményem, hogy a világban rengeteg ilyen nagyon jó dolog készül. De azt kell mondanom, hogy Bulgáriától a Dél-Afrikáig. Szóval nagyon sok olyan, ami emberi fogyasztásra alkalmas, ami emberekről szól, aminek a főszereplője egy dráma, az arc, a szereplő, és nem az ordítás, és nem az, valami egészen más dolog. Szóval van ilyen a világban, nagyon sok, csak nem kapja meg nálunk azt a hangsúlyt a televíziózásba, ami hát nagyon sok hely máshol megvan.
Na most a dologban az a vizé, hogy amióta tényleg ezek így a technika jó voltából nézhetők ezek, hogy a Netflixen vagy az HBO-n egy-egy ilyen televíziós sorozat, hát egy üdülés. Hát egy üdülés, mert megint, hogy mondjam, a dologról van szó, a drámáról, a sorsról, a pszichológiáról, a történelemről, és nem a kameráról, és nem arról, hogy jaj, gyorsan még három telefont várjunk meg. Azért gondolkodom, miközben ezt hallgatom, hogy ön milyen szerencsés, hogy megérte azt, amikor a legalábbis nemzetközi szinten visszatér az, ami önt jellemezte, vagy ami azt a világot jellemezte, ami az ön számára olyan kedves volt. Rengeteg pozícióban volt, akár csak a televízión belül, de akkor nem beszéltünk még a Színház és Filmvészeti Főiskoláról, vagy később egyetemről, meg nem beszéltünk a millió színházi rendezésről. Az egy nagyon ostoba kérdés, amikor valaki azt kérdezi, hogy mi volt, ami a legfontosabb volt az életében. Ezt én egy ilyen életpályánál nem is tenném fel. De mondjuk, hogyha arról beszélünk, hogy ön szerint melyikkel hatott a legjobban, ha már arra fűztük fel ezt a beszélgetést, hogy influencer vagy sem. Tehát, hogy mikor érte a legtöbb embert, mi volt az, amire azt gondolta, hogy na, ennek most igazán volt hatása? Hát, hadd mondjak egy... Hát ez dicsekvés lesz. Hát azért nyugodtan dicsekedjen, azért kérdeztem. Pár évvel ezelőtt megnyílt a Budapesti Nemzeti Színház, felépítették. És a nyitó darab az ember tragédiája volt. És az az előadás, az idézőjelben mondom, hogy úgy mondjam, egy kicsit modern volt. És azt közvetítette a televízió egyenes adásra. Ráadásul a premiért közvetítette. Premiért közvetítette. És akkor voltak statisztikák, hogy az ország, a nézők jelentős része átkapcsolt, mert egy másik televízióba ment az Én ember tragédiám, amit még korábban vettem föl, a Mensáros Lászlóval, Huszti Péterrel, Mór Mariannal, szóval én úgy érzem, hogy az, hogy az ember tragédiáját ennyi ismétlés után az én rendezésemben, az akkori magyar televízióban annyian nézték meg, mintha színházba ment volna, ezt kiszámolták, most fogóckodjon meg 300 évig. Annyi nézője volt összesen a különböző adásokban, akkor erre nagyon büszke vagyok. Hát azt hiszem, ezt sajnos nem fogják olyan sokan megnézni, mint az ember tragédiája, de szerintem aki megnézi, az jól fog érezni magát közben. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzám, és hoztam egy kis emléktáblát. Köszönöm szépen. Ez nagyon örülök. Tényleg? Hát akkor tényleg. Hány szobája volt a Szabadságtéren? Egy. Csak egy? Mindig ugyanaz volt a szobája? Nem, kettő. Kettő volt, az egyik, amely a leghosszabb volt, az a 301-es számú volt. Néha elsétálok, ott fölnézek, és még mindig látom, hát azt mondtam, hogy az a 301-es parcella. De ilyen kicsit cinikus módon, de nagyon szerettem. Nagyon szeretem, és azt mondtam, hogy teljesen a középpontban vagyok. Mert balra nézek az ablakomból, és ott van az Amerikai Követség. Szembe nézek, ott van a Nemzeti Bank. Még egy kicsit jobbra nézek, ott van egy ilyen belügyminisztérium. Még egy kicsit jobbra nézek, ott van egy református imaház. Ennél teljesebb kört igazán lehet. Igen. Emlékszem, az ott fölmentünk a lépcsőn, és jobbra kellett fordulni, ugye? Annyit kérnék szépen cserébe, hogy van egy kis emlékkönyvem, tegyem meg, hogy jó. Beleír. Jó volt emlékezni. Jó volt hallgatni.